Mindenki azt mondta, hogy ez a mérkőzés alig, ha nem döntetlen lesz. És ez egy jó kiugratásnak tűnik, Azocei és Stanó. Bent középen pedig már Magyar várná a labdát, egyelőre még Azocei. Még mindig nála oda-oda piszkál Stanó, de Azocei is lőheti akár az első valamire való dolog. Zsivócki megszerkesztette a labdátnak a helyet. Óriási védelmi hiba, és ott a gól. Komódia gól szerző. Irányt változtat a labda ott egy pécsi fejen, és végül Komódit ugye meglepetésszerűen éri a labda, de kihasználja a lehetőséget. Vezet az MTK az első félidő 12. percében. Rózsa felé. Hú, de jó lövés, Zsiborás! Visszaszerezte a Pécs a labdát. Meggyes. Tolocskónak letette Nagy Sándor. 11-es. 32. perc, örökké valóságnak tűnt eddig a játékidő. És ezért a belépőért 11-est adott a játékvezető. Tolocskó került a földre. Meggyes rúgja a büntetőt. A kapufáról. 1-1. Zsiborás jó irányba vetődött, de nagyon a sarokra lett helyezve. Egyenlítette hát a Pécs. Palacki. Zsiborás mekkora bravúr volt. Másfél perc van hátra. Ez jól csavarodik. Éppen, hogy mellé ment, híres fejjel telelte.